azt mondta, hogy gain of function, tehát funkcionyeléses dolgot akartam csinálni. Ők azt mondták és úgy adták el, hogy lehetőleg olyan vírust csináljanak, ami állati, de embert is megfertőzhessen. Tehát ez a gain of function, tehát ez a új tulajdonság, hogy már emberre is veszélyes legyen. Ezt egyértelműen akarták, csinálták, azt mondták, hogy azért, mert hogy ebből majd megtanuljuk, hogy. Nem tanultunk meg belőle semmit, illetve azt, hogy hogyan lehet ilyen vírust csinálni. Még egyszer, sok ember több tíz évig ezen dolgozott, tehát ez nem véletlenül jött, ez van. Majd ezt vitték ki Wuhanba, abba a kutatóintézetbe, amit a franciák építettek föl. És csodák csodája, az, aki az egész wuhani víruslabor tervezte és a kivitelezését felügyelte, az lett később a Modernának az egyik vezérigazgatója. Ennyit a nem összefüggésekről. Tehát nem vagyok semmiféle összeesküvés elméleti hívő. Arról van szó, hogy van egy mostani videónk, talán egy hetes, két hete van kint az interneten, postdoktor úrral, Rusvai Miklóssal és velem. Tulajdonképpen ennek egy kicsit magyarázását és a folytatását fogom most ezt mondani. Ami ott nem hangzott el, vagy elhangzott, vagy csak röviden hangzott el. Nagyon sok disznóság van ezzel a vírussal. Az első, amit én föltettem, nem volt persze, nem tudott válaszolni rá senki, hogy került ide Wuhanból, akár Magyarországra, akár Európába a vírus, percek, órák, napok alatt. És akkor erre azt mondták, hogy persze, repülővel jött el, hogy mindenki mászkál, mindenki utazik. Igen. Tegye már fel itt a kezét, aki valaha volt Wuhanban. Én még azt is megkérdezném, hogy és valaki tudja, hol van Wuhan? Mondjuk én megnéztem, hol van Wuhan, Peking és Shanghai között félúton, egy 20 milliós város. De semmit nem tudunk Wuhanról, semmit nem tudunk, hogy ott mi van ezen túl, és azért került elő, mert ez volt a wuhani vírus. Na most, én állításom az, hogy ezt terjesztették. Ez nem magától jött, ezt küldték, és voltak kelletlenni gócok Európában, ahonnan ez elindult. Tehát ez nem úgy volt, hogy én beszélgetek valakivel, kezet fogok, leköp, bármi. Nem, egyszerűen ezt elhozták, és elkezdett terjedni. Na most, videóban, abban az Exit TV által készített videóban nagyon érdekes felvetések voltak a Rusvai doktor részéről, mivel nem tudtunk sem postdoktor úr, sem én azonosulni. Például az, hogy ő azt állítja, hogy a messenger alapú oltások azok vakcinák. Nem vakcinák. Ezt nevezik téfi, ezt ők szeretik terjeszteni. A vakcinának azt tekinti az Európai Unió, azt direkt megnéztem, amikor csúnya szót mondok, közvetlenül az antigént befecskendezik az emberbe, és arra ad majd egy választ az immunrendszerünk. Itt szó nincs arról, sőt, az egésznek a rákfenéje pont abból jön, hogy nem akarták, hogy a messenger RNS maga legyen az antigén. Tehát nem akarták, hogy a mi immunrendszerünk fölismerje a messenger RNS-t, éppen ezért, és itt jön a Karikó Katalinnek a nem tudjuk milyen szerepe, ő belevitt egy olyan anyagot a messenger RNS-be, amivel a messenger RNS nem lesz antigén, tehát nem fogja felismerni a mi immunrendszerünk. Ez nagyon fontos azért, mert az RNS-nek tudni kell a tulajdonságai, ő tud antigén lenni, a DNS nem tud antigén lenni. És megint jön a következő fordulat a történetbe, hogy ő olyan módosítást vitt be a messenger RNS-be, ami kikapcsolja vagy csökkenti az immunválaszt. És pontosan ez volt az első szembejött tünet, amikor a belgyógyászok úgy diagnosztizálták az oltottakat, hogy hát olyan, mintha éces lenne, HIV-fertőzött. Igen,
mert ők úgy oldották meg, hogy kikapcsolja az immunrendszert, és a HIV vírus ugyanezt teszi saját jogon, bár, és akkor is egyetértek, hogy az is egy csinált vírus, hogy kikapcsolja az immunrendszert. Tehát tulajdonképpen úgy vált nem antigénnyel a messenger ellenes, hogy lecsendesítették az immunválaszt. És bizony nagyon sokszor még ezek a tünetek mai napig is vannak. És még egyet el kell mondani, hogy a oltottaknál, amikor jönnek ezek a másodlagos utóhatások, ezek a legyengített immunrendszer miatt vannak, és az egyik legerősebb ilyen válasz az úgynevezett turbórák. Ezt nem én találtam ki, úgy hívja az angol tudomány, hogy turbo cancer, tehát egy rák típus, amit nem lehet megfogni, és nagyon gyors lefolyású. Miért? Mert az immunrendszerünk védekezik a rákos sejtek ellen, de ha legyengítem, akkor már nem tud védekezni. Folytassuk azzal, hogy miért nem jó a messenger alapú oltás. Tehát most tisztáztuk, hogy ezek nem vakcinák. Mindegy, mit mondott a Rusvai doktor, neki nincs igaza. Az EU szabályzat alapján nem. Sőt, ezeket GMO-s beavatkozásnak kell tekinteni, géntranszfernek, tehát valamilyen módon bejuttatok egy idegen anyagot, gént, amit majd az én szervezetem lefordít fehérjére, megtermeli, és hát, vagy hat, vagy nem hat. A helyzet az, hogy valamilyen szinten hat. De megint csak a Karikó Katalinra kell visszatérni. A Karikó Katalin azt mondta, több helyen elmondta, hogy azért nagyszerű dolog a messenger ellenes alapú oltások kifejlesztése, mert ezzel akár hetek alatt át lehet állítani a magát az oltást, hogy milyen fehérjét termeljen vagy ne termeljen. Akkor az én kérdésem, ha már nyilvánvaló volt, amikor tanulmányozták magát a Covidot, hogy a tüskefehérje a hunyó, az a méreganyag, akkor miért nem állították át hetek alatt, négy másik fehérje van még a vírus felszínen, amelyik bármelyik szerepelhetett volna antigénként. Nem tették meg. Hagyták és fokozták a tüskefehérjének a termelését, noha tudták, hogy abba számos olyan alkotóelemet beleraktak a tervezői, amik még rosszabbá tették, mint amilyen valóságban volt, vagy lehetett volna, hogyha a természetes vírus ténylegesen átfordult. De nem fordulták, átfordították, tehát még egyszer úgy csinálták meg ezt a vírust, hogy laborban megtervezték, végrehajtották, és a végeredménye a vírus letermelését ezt a Wuhan központban végezték el. Na most, miért rosszak ezek a beavatkozások? Már mondtuk, mert ezek GMO-sok. Azt jelenti, hogy ez egy génterápiás eljárás. Semmi bajom azzal, amikor valakit, egy rákos beteget, utolsó stádiumosat, mindent megpróbálnak, és akár egy ilyen eljárást bevetve megmentik az életét, vagy próbálkoznak megmenteni az életét. Tehát nem erről volt szó, hanem arról volt szó, hogy az egész világot leoltották. Én azt hittem, rosszul tudtam, hogy milyen jó az arab világnak, mert ott nem volt oltás. Hát most önök ülnek, de volt, mégpedig a Sputnik. Tehát semmiféle hírnek ne dőjenek be, a Putyin vastagon benne volt, a Putyin pontosan megkereste azt, amit meg akart keresni, lehet, hogy többet akart keresni, azt nem tudjuk, de az biztos, hogy a BRICS országokban, tehát Brazíliában, Dél-Afrikai Köztársaságban és Afrikában
és Közel-Keleten ott a Sputnik volt az egyedüli, vagy a fő oltás. Na most, mi történik, amikor egy ilyen, teljesen mindegy, hogy most DNS vagy messenger alapú oltásról beszélünk? A messenger alapú, akkor egy lépéssel több, de a baj az, hogy ezek beépülhetnek a genomba. És pontosan ez a gond a gyerekkori oltásokkal is, de ez gond, ez nekünk is, ez nem csak a gyerekeknek gond. Arról van szó, hogy amikor beépül a genomba, egy, örökíthető lesz, kettő, életünk végéig működhet. Nem tudjuk, működik-e, de amióta megvan a vakcinázás, nézik különböző laborok, és a válasz az, hogy nem is nagy mennyiségben, de igenis az oltottak termelik a spike fehérjét fokozatosan. És ez azt jelenti, hogy fokozatosan mérgezik a saját szervezetüket. Most kérdés biztos felmerül, hogy mit lehet ez ellen tenni, a válasz sokat nem. Pocs doktor úrnak volt egy meglátása, ő fölkarolta, támogatták, meghurcolták miatta, én ezt abszolút már ajánlom, amit ő mondott, ivermektint kell valahonnan beszerezni, és akinek ízületi fájdalmai vannak, szívelégtelensége van, bármi van, akkor tessék havonta, hetente ivermektint szedni. Állatpatikákban lehet kapni, vagy környező országokban humán kiszerelés is létezik. Nálunk ez be van tiltva még mindig. Ez is kérdés, hogy te miért? Miért van betiltva? Nem tudjuk, hogy van betiltva. Na most, mi az a második legnagyobb problémája ennek az egész vakcinázásnak, és leginkább a Modernának és a Pfizernek? Mert ez az óváriumot támadja meg. Tehát még itt ülőknek, ha van lánygyermekük, lehet, hogy még nem jelentkezett, de nagy baj lesz, mert fog jelentkezni előbb vagy utóbb, és policisztás óváriumot okoz. Tehát terméketlenné teszik a leányainkat. Nem lesznek gyerekek. És mindig jönnek, és mindenki azt hiszi, hogy ja Istenem, hát kaptam egy szulit, és akkor beteg vagyok, szívritmus elégtelenségem van, bármilyen szívbajom van, tönkrement a pitva, kamra, bármi, és ha így megkaptam a gyógyszert, akkor így meggyógyítanak. A válasz az nem. Sajnos szembe kell ezzel nézni, hogy nem. Nem lehet meggyógyítani. Szívműtét kell hozzá, nagyon bonyolult dolgok vannak, és úgy kell kezelni, mintha saját jogon, saját magától alakult volna ki ez a betegség. Tehát a válasz az, hogy nagyon oda kell figyelni magunkra, gyerekeinknek semmilyen bevizsgálatlan vakcinát, oltást nem szabad beadatni. És sajnos egyre több és több kötelező oltásokkal kell szembenézni. És ezek rosszak. Mert például a bárányhimlő, a kanyaró, átmentem rajta, örök életre védette vagyok. Hagyjuk a gyereket. Az a kockázat, amit maga az oltás ad, amit az oltás visz be, sokkal nagyobb, mint az esetleges természetes fertőződéssel, megszerzett immunitással kialakulhat. Mert mindig azt mondja, igen, egy millióból egy, de nem egy millióból egyről beszélünk, hanem ezrekből egyről beszélünk. Tehát sokkal három nagyságrenddel nagyobb az esélye az oltástól való megbetegedésnek, mint egy természetes úton szerzett immunitás következtében fellépő betegségnek. Tehát a génterápiás vagy immunterápiás, tehát ezek a génterápiás eljárások mind kísérleti. És bárkit beoltottak, lehet, hogy 4-es betű mérettel volt, aláírta, hogy ő ezt vállalja. Megtévesztett itt mindenki, aki oltást kapott. Megkérdeztem egy vezető jogászt, ismert ember, pont egy évvel ezelőtt, pont a Mogyon, az én előadásom után ő lépett föl, hogy amit itt
Kossó Andrea javasolt, hogy lehetne fair társaságokat alapítani, és azon az alapon, hogy az összes oltás szembe megy a magyar géntechnológiai törvénnyel beperelni, ő azt mondta, hogy a GMO az nem jogi kategória. Nem tudok mit mondani, nem vagyok jogász, de van videóm, tessék rákeresni, felolvasom az egész törvényt. Három oldalon keresztül csak azt tárgyalja a törvény, hogy mit tekintünk GMO-snak. Minden egyes pontját kimerítik a messenger ellenes oltások, és a többi is, a vektor alapú is. Kérdés? A törvény, a parlament hozta, tehát jogszerű, tehát a jogalkotó jóvá hagyta. Nem a törvénnyel van baj, hanem a be nem tartásával. Egyébként az EU-s paramétereket követi, gyakorlatilag annak a fordítása, tehát az egész EU-ban is ugyanaz érvényes, mint nálunk, és ennek ellenére az EU-ban nem vették figyelembe azt, hogy oltanak, nem oltanak. Én úgy tudom, hogy például Ausztráliában egy minisztérium van, egy teljes minisztérium van a GMO-k ellenőrzésére, és ott például már perek folynak a vakcinák ellen. Amiből botrányok is vannak, mert oda megy a Pfizernek a képviselője, és így mit akartok ti? Meg Németországban, meg Angliában is, így van, így van. Csak Magyarországon nincs. De miért? Ezt nem kell. Például azt a vezető jogászt én megmondom négy szem közt, hogy ez, ki volt ez az úriember egyébként, nagyon közismert, pártot is vezetett, úgy hívta magát, hogy zöld párt, nem volt zöld a pártja, ma se zöldnek azok a LMP-sek. De ő azt mondta, hogy Magyarországon úgy se lesz semmi, mert gumitörvény. Csipte. Kérdés még? Igen. Az Ivermectin, tehát itt arról van szó, hogy kimutatható, tényleg kimutatható, nem nagy mennyiségben, még a messenger ellenes hatás következtében is kimutathatóan termelik a sejtjeik, vagy egyes sejtek ezt a spike fehérjét. Na most ez egy rossz dolog, ez egy méreganyag, ebben sok mindent belecsempésztek, akár még kígyó méregtalap is van benne, és épp ezért bántja az izmokat, szívizom sorvadás, stb. Amit okoz. De az a észrevétel, hogy az Ivermectin, az különben egy féregétó, az elreagál ez a spike fehérjével és kitisztítja a vérből. Tehát mondjuk azt, hogy nem romlik tovább az állapota, vagy nem alakul ki. Én ezt a kérdés a következő volt, hogy hogyan lehetne a feleslegesnek ítélt, vagy a szülő által ellenzett oltások felvételét kikerülni, hogy ne büntessék se a gyereket, se a családot. Ezt nem tudom, itt van egy kör, aki erre szerveződött, ő nekik erre valószínűleg nagyobb rálátásuk van, mint nekem. Majd megmutatom a kört, akinek ezt meg lehet kérdezni. És még egy nagyon-nagyon-nagyon fontos utolsó zárszót, erről is van videónk, tessék rákeresni a nevemre, mennyi szemetet beleraknak ezekbe az oltásokba. Tele van fémforgáccsal, kristályokkal, bármivel. Kérdésem, hogy miért? Hogyan? Én tudom az eljárást, ott csak műanyag van és üveg. Nincs benne fém, akkor hogy kerül bele a fém? És sajnos a gyerekoltásokat nem néztük még meg mikroszkóppal, hogy azok mennyire tiszták. De a Covid elleni oltások azok valószínűleg szándékosan szennyezettek.
Én azt szeretném kérdezni, doktor úr, hogy egy szülő hogyan tud arról meggyőződni, hogy a gyerekének, amik járnak oltások, itt akár a kötelező oltásokra gondolok, és a lányok esetében ugye a HPV oltásoknál is, hogy az az oltóanyag az messenger mRNA-s oltása vagy nem, illetve hogyha ezeket át... Ezt egyszerűen meg kell nézni, az rá kell, hogy legyen írva a dobozra, vagy a... Tehát ez könnyen meg lehet nézni az internetről, hogy... Vagy megkérdezni az orvost, ők tudják azt, meg hogy... Meg fogják mondani az igazat? Meg. Ebből meg kell. De én megnéztem, jelen pillanatban messenger RNA-s alapú oltás, ami adható, sajnos adható, ezek csak a Moderna meg a Pfizer. A többi az olyan szinten legalább betartják a kísérleti stádiumot, hogy tényleg tájékoztatnak, tényleg elmondják, és leginkább a rákerül. Na most a HPV ez egy nagyon jó kérdés. Mindig kérdeztem, mert a bevezetés pillanatában kérdezték tőlem, hogy és a HPV oltás beadattas a lányának, vagy ne adattas be a lányának, a válasz az, hogy de ne. Még logikailag sem. A vírustörzsek vannak, tehát különböző mutánsai vannak már az élő HPV vírusnak is, és amit a magyar állam ingyen beadat, na az körülbelül kimutatható Magyarországon. Egyáltalán soha nem volt az a törzs elleni vakcina kifejlesztve, ami Magyarországon a leggyakrabban okozza a humán papilloma vírusról beszélünk, tehát az a HPV, tehát a papilloma által kiváltott rákot. Még véletlenül se, tehát még a legújabbak is csak ilyen 15-20%-ban fed át a Magyarország leggyakrabban előforduló HPV törzsekkel. Tehát még elméletileg sem érdemes beadatni. Aztán majd még megvitatjuk, hogy de még mi miért másért nem, de erre most nincs idő. Igen? Igen. Tehát az a kérdés, hogy ki tudták-e mutatni valaha a Covidot, mint vírust? Élő emberből még nem tudtak visszaizolálni olyan vírust, amire azt mondták volna, hogy ez a Covid, kiveszem és megfertőzöm a másik embert, és az megbetegszik. Ez tény. Tehát nem tudták még izolálni, ezt így mondják, izolálni ezt a vírust, és visszafertőzni. Ez a Pocs doktor úr úgy hívta helyesen, hogy ez a Koch postulátum, tehát tudni kell a fertőzőágást és visszafertőzni, és soha az elődözni. Tehát akkor ezek alapján az elleni oltás sem Így van, pontosan. És ezt mutatják a halálozási adatok. Amíg nem oltottak és csak a Covid volt, az körülbelül 8%-os halálozási ráta növekedést okozott Magyarországon. Tehát 130-ról felment 140-re, 141.000, mit tudom én, 256-ra, valamennyi is részámra emlékszem. Majd amikor elkezdték az oltást, akkor ennek a 141.000-nek vette a 10%-át. Ami azt jelenti, hogy a Covid és az oltással együtt már több mint 25.000 ember halt meg feleslegesen. Az én kérdésem pedig a következő lenne, hogy a gyermekoltásokra, amit most kötelezőként adnak be a gyermekeinknek, arra mikor várható olyan vizsgálat, mint mondjuk a Covid vakcinára? Nem, nincs betervezve, de ez csak egy hát azért nincs, mert erre a Ceciliának a ógyéje kéne, hogy reflektáljon és megnézze, ő nem fogja megnézni, eddig se nézte meg, de mondom, hogy kevés az idő. Legfeljebb meg fogom nézni, hogyha kapok, majd kérek gyerekorvosoktól ilyen beadott vakcinás ampullákat, a maradványt, és megnézem, hogy mennyire tiszta. Ha további kérdés nincs, akkor nagyon szépen megköszönöm Szilárd doktornak a előadást.